A meghirdetett tárgyakról és oktatókról érdemes előre tájékozódnod, hogy miután megnyílik a tárgyfelvétel a Neptunban, addigra már célirányosan tud összeállítani az órarendedet. A Neptun tárgyfelvétel menüpontjában jelöld be, hogy csak a meghirdetett tárgyakat listázza, majd választ ki az aktuális fél évet. Ha megtaláltad a kívánt tárgyat, akkor kattints a Felvesz opcióra. Ezt követően választ ki a megfelelő kurzust. Amennyiben egy tárgyból hirdettek elméletet és szemináriumot is, úgy mindkettőt fel kell venned. A tantárgyfelvételi időszakban ezeket szabadon módosíthatod, a kiegészítő tárgyfelvételi időszakban azonban már csak plusz tárgyak felvételére van lehetőséged, azok leadására nem. Ha megnyitod a képzési programodat, számos információt megtalálsz benne a tárgyakról. A tárgy kódját, nevét, kreditértékét, meghirdetésének fél évét, a heti óraszámot, a tárgyfelelős nevét, aki nem biztos, hogy megegyezik az oktatóval, azt, hogy mely intézetekhez tartozik a tárgy. Fontos odafigyelni a tárgy jellegére. Ha a tárgynál a K jelzés szerepel, az azt jelenti, hogy a tárgy kötelező, azaz kötelező ezt a tárgyat teljesítened. A KR jelzés kritérium tárgyat jelöl, ebben az esetben is teljesítened kell a tárgyat. Amennyiben KV jelzés szerepel, a tárgy kötelezően választható, ebben az esetben a tanterv meghatározza, hogy hány ilyen tárgyat vagy kreditet kell teljesítened. A V jelzés pedig a választható tárgyakat jelöli, itt szintén a tanterv lesz a segítségedre, amely meghatározza, hány választható kreditet kell teljesítened. Szintén fontos információ a kurzus típusa, előadás vagy szeminárium, illetve a számonkérés jellege is. Itt a V jelzés azt jelenti, hogy vizsgáznod kell, a GJ jelzés, hogy gyakorlati jegyet kell szerez, az A jelzés, hogy aláírást kell szerez, az S pedig azt jelöli, hogy szigorlatot kell teljesítened. A tanterv azt is megmutatja, hogy bizonyos tárgyak felvételéhez milyen előfeltételek szükségesek, azaz melyik tárgyból szükséges mindenképpen kettes vagy annál jobb érdemjegynek szerepelni a Neptunban, amikor fel szeretnéd venni a tárgyat. Fontos tudnod, hogy egy adott idősávban csak egy tantárgyat vehetsz fel. Ha ezzel kapcsolatban problémád merülne föl, akkor az adott intézethez kell fordulnod.